Sziasztok! Itt vagyok ismét egy Sims epizóddal. Jézusom, már legalább 100 000 éve volt, hogy vettem fel nektek egy videót. És ha jól emlékszem, legutóbb ott hagytuk abba, hogy Borzi végre igazi emberré vált, és meg is jelent a pozitív hangulat, az, hogy igazi Sim vagyok. Úgyhogy úgy tűnik, hogy nagyon örül. Itt vannak a személyiségjegyei, túlérzelmes. Oké, állandóan sírni fog, viszont mindegyik hangulatjelzőért pluszt is kap. Ezen kívül avantgárd, vagyis ilyen fal festményeket és aszfalt festményeket is tud majd, igen, ez a graffiti jártasságba szuper lesz, több szimelont fognak érni a cuccai, folyton kritizál másokat, nem szeret mesztelenkedni, ezt akár meg is nézhetjük, igaz, maximum a higiéniája, de ez nagyon vicces, hiszen amikor elküldöm fürdeni, mi történt? Fontos vagyok. Ah, mert radikális gondolkodó. Mindjárt meglátjátok, hogy fürdőgatyában fog fürödni azért, mert ruhapárti, és nem szeret mesztelenkedni, és ezért még a fürdőkádban is így fürdik. Valamint takarékos, úgyhogy a boltban kupont vághat ki az újságból. Igen, kap pozitív hangulatjelzőt, ha ezeket beváltja, és nagyon szeret akciósan vásárolni. Úgyhogy ő a mi kis Borzink, jártassága nincs semmi, suliba jelenleg 3-as, egy legjobb barátja van ugye David, és szerintem nagyjából ennyi, amit Borziról tudnunk kell. Igen, ugye a szülők most elutaztak, úgyhogy most egy kicsit szabad a pálya. Hello kutyi. Te egy kicsit menjél keresgélni cuccokat, jó? Mert most veled nincs időnk foglalkozni. Ó, és itt van egyébként az egyetemi cuccos is. Végül is Borzival is kitöltethetjük az alkalmassági felvételét. Valaki írta, hogy lehet tinédzserként egyetemre menni. Nem lehet. Mármint nem lehet. Itt is mindjárt ki fogja írni, hogy még csak 10 éves, egy kicsit várnia kell az egyetemi beiratkozással. És nem kapott semmi kredit jutalmat, meg ösztöndíjat, meg semmit. Na mindegy. Igen, nagyjából ez most a helyzet velük, és neki ugye nagy vágya, hogy graffiti jártasságot szerezzen, munkát most nem fogunk. És mivel házi feladata nincs, itt van egy királykönyv, ezért akár csinálhatunk is. Vagyis talán azért nem, mert bazi nagy hó van, és semmi nem fog látszani belőle, a falat pedig nem szeretném összetegelni, mert azért az mégiscsak a fal. Úgyhogy pakoljuk ki a mosogatógépet. Mi? Dehogy is a mosógépet. Nézzük, David, de mi a helyzet. Minden király. Ház itt meg van írva? Meg valószínűleg. Ó, és itt van ugye a kovalens kémikus. Be-be-be, cuccunk is. Hoppá, itt egy fagyiskocsi. Látunk már fagyiskocsit? Tudunk vásárolni jeges csemegét a fagyiskocsiból, néha így megjelenik a városban ilyen random helyeken. Többféle fagyit tudunk vásárolni, legyen egy színes jégkrém, és kaphatunk érte pozitív hangulatjelzőt. Ó, képzett barát valódivá vált. Ó, és szeretnének egy emeletes ágyat, hiszen már ketten vannak. És mennyei finomság a fagyiskocsitól. Amit még mindenképpen meg akartam mutatni, az a csínyek, csak keresnünk kell egy házat, ahol lakik valaki. Ó, itt, oké. Tehát a szomszédokkal is csinálhatunk csínyeket, emlékeztek biztos, hogy a zuhanyzóba meg ilyen pukipárnát tudtunk tenni, meg ilyen csínyek voltak, és a különböző házaknál is tudunk tojásdobálás, lengolózacska és csengetős játék, mindjárt meg is láthatjuk. Várj, most nem igazán látok semmit. Most ez a lángolós, ugye? Vagy... Ja nem, tojásra dobálja a házat. Ebből nem sok minden látszott, de... Király. Ezt a házat nemrég tréfáltuk meg, úgyhogy most nem tréfálhatjuk meg újra. Akkor keressünk egy másik célpontot, hogy azért mégiscsak meglássuk, hogy ezek hogyan mennek. Ezek nem házak. Ó, ne... Házat. Ó, sehol se laknak. Milyen kihalt ez a város? Na, oké, lángoló zacskó. Wahaha.
Remélem, ezzel nem lehet felgyűjteni egy házat. Mármint valószínűleg nem. El fog kapni a rendőrség! Jézusom! Ne! Fuss! Fuss! Elkapott a rendőr, és most visz haza. Egyébként a szülők nincsenek itthon, szóval most nem kaptam le szúrást szerencsére. De hát ilyen ez a játék. Közben töltsük meg az etetőjét, és... játszhatunk is vele egy kicsit, csak arra figyeljünk, hogy mindig jól tegyük vissza a helyére. Oké, játsszál veled, de tedd vissza. Igen. Hoppá, meg is harapta. És nézzük, milyen főzeteink vannak, vagyis még egy kicsit kísérletezhetünk ki új főzeteket. Míg Borzi, mi a helyzet? Mit olvasol? Oly könnyűed, de aranyos. Nem jósoltatunk jövőt. Vezetni az egész. Emeletes ágyat kéne vennünk, ugye, hogy mindkettőtöknek legyen, hogy aludnotok. Mindjárt, hogyha David befejezte itt a kémizálást, új szót teremtettem, akkor fogunk venni egy emeletes ágyat nektek. Sőt, inkább már most, mert lassan későre jár. Sikeres csínyert is kapott, pozitív hangulatjelzőt. Szóval most azt fogjuk csinálni nagyjából, hogy ezt az ágyat ide teszem. Ruhák, mindenhol ruhák, srácok. Ide fogom tenni az íróasztalt. Ide a növényt. És... nem tudom letenni, miért? De nem ütköz... Jaj, a szék miatt nem tudom letenni. Oké, ennek egy új helyet kell majd keresnünk. Egyelőre kitesszük a kertbe, mert nincsen jobb ötletem. Oké. És kell nekünk egy emeletes ágy. Mégpedig, hogyha bemegyünk az ágyakhoz, akkor keresünk valami nagyon király emeletes ágyat. Nézzük, ennek mennyi a... Energia 4. Úristen. Ennek is 4. De rosszak ezek az emeletes ágyak. Csak 4 energiát adnak. Na mindegy, mindenképp használjuk ezt, hogy ne foglaljunk sok helyet. Ez jó is lesz. Így le is teszem. És... vissza tudom tenni? Vissza. Akkor lehet, hogy ez meg elfér oda? Nem fog még mindig a széktől. De. Na mindegy, kicsit zsúfolt a szoba, de nem probléma. Szóval vettünk akkor nekik emeletes ágyat. Hups, ezt az ágyat elfelejtettük eladni. Ja, mert át akartam húzni a tulajdonságait. Ezt villámgyorsan megcsináljuk. Addig beszélgetünk mindenféléről. Például arról, hogy tudom, hogy mostanában nagyon rendszertelen és nagyon rossz voltam a videókkal. Viszont szerintem úgy körülbelül a jövő héten fogunk újraindulni rendes ütemben, és lehet, hogy nem videó közben fogom megcsinálni ezt a ágy tulajdonságát vitelt, mert nagyon lassú. Nagyon lassú, úgyhogy... vagy most már talán nem lesz annyira. És egyébként igen, az öcsémmel nyaralni voltunk, és a másik csatornán, a vlog csatornán egyébként valószínűleg lesz is róla videó, már vágogatom, csak ki kell vágni belőle a hülyeségeket, mert van benne egy pár, úgyhogy szuper, át is vittük nagyjából az tulajdonságait, a képet áttesszük ide, hogy jól látszódjon. Ja, de egyébként nagyon király volt, most is abból a bögréből szürcsölöm a forrotát, amit ott vettem a Disneylandben. Úgyhogy illaberek főzetet szeretne készíteni. Hát olyan nincs. Ja, nem őrzési parancs, hanem kísérletezzünk új főzettel, te pedig... Jaj, kritizálja. Na, együk meg a maradék tofu dolgot közben. Igen, és hogyha minden szobába tennénk szennyes kosarat, akkor a szímek automatikusan beledobálnák a szennyest. Tudom.
De most nem teszünk. Mert reméljük majd valaki ápkolja. Egyébként van szobalányunk? Nem emlékszem. Lássuk. Nincs, úgyhogy hívunk egy szobalányt. Mégpedig azért, hogy valaki most már igazán rendbe tartsa nekünk ezt a házat. Itt van a könyvünk. És mit csináljunk veled? Ó, pompás étel, az új benyomásoktól. Igen, mivel még nem evett, ezért új. Ó, és a WC is. Porcelán szépség az új benyomásoktól. Ugye a Borzi még semmit nem csinált életében, mert eddig képzeletbeli barát volt. Úgyhogy ezért most neki igazából minden újdonságnak számít. Jaj, alszik a kiskutyánk is. Kicsit ki van fáradva. Mit csináljunk veled, Borzi? Hoppá! Ó, igen, vissza tud változni HTK, és akkor ilyen nagyon vicces kinézete lesz. De visszaváltozunk színvé. Bár igazából viccesebb a játék. Oké, akkor most játékként maradunk egy kicsit. Most igazából semmit nem tudok tenni szegénykének a vágyaiért, úgyhogy... úgyhogy csak egy kicsit itt boldogságpontot gyűjtünk neki, hiszen neki még csak 900 van. És nem lesz az emes terv, viszont kell hívni egy szerelőt. Gyerünk, gyerünk. Aztán meg most is kell. Aztán meg leszedni a tiszta ruhákat. Van itt mit tenni? Srácok. Aztán pedig szerintem egyébként mehetünk aludni is, hiszen eléggé késő van már. És nem tudom, hogy a szülők mikor fognak hazajönni. Ez egy igen jó kérdés, de már vasárnap van. Úgyhogy ideje lenne nekik is. Ja, nyugdíjas, úgyhogy nem kell dolgozni menni. Jaj, szegény szobafiút jól megszivattuk, mert itt most folyamatosan jön a víz, meg folyamatosan fog felmosni, ami nekünk egy csomó pénzbe fog kerülni. De hát ez van, na. Ó, csak emberként tud aludni. Na nem baj. Felmászott az emeletes ágy tetejére, és most ő is ott fog szunyálni. Úgyhogy jó éjszakát. Hamarosan fel is fognak ébredni, és közben kaptunk egy üzenetet, hogy 2 óra múlva hazajönnek a szülők, és jön az iskola is, és... ó, igen, kamaszkorba léptek a szimjeink, és ezt nagyon utálom, mivel állandóan jönnek ezek a fura vágyak, amik... új benyomás, amiket nem bírok. Viszont egy kicsit magányos a kutyusunk, úgyhogy kell vele foglalkoznunk. Borzi, te addig harapj valamit. Mondjuk egy kis sütőtökös pitét. Örök barátok legyenek! Azok lesztek mindjárt. Mindjárt ezt is megcsináljuk. Ne, ilyen rossz kapcsolatban vagytok a kutyúval. Aha, tényleg. Tóbiással. Ó, nem is tudom többet szeretgetni, mivel jön is értünk az iskolabusz. Úgyhogy sajnos mennünk kell suliba. Dolgozzunk keményen, dolgozzunk keményen. Mert miért ne? És szegény Tóbiás egyedül maradt itthon, nem, mert jönnek haza a szülők. Szuper! Nem találunk magokat, nem tanulunk új receptet. Felvillanyozott az ingyenes nyaralástól. Szuper! Tiltott gyümölcs termesztése, hoppá! Nem panaszkodunk. Ó, kellemes kiruccanás. Ó, feltalálni egy bájtolt. Oké. Szerintem a mai részben nagyjából ennyi fért bele. Még annyi, hogy a szülőket gyorsan elküldjük kikit a saját dolgára. Téged például ugye horgászni. Mondjuk ide nem, be van fagyva. Igen, úgyhogy itt csak jégkorizni lehet még mindig. Úgyhogy megyünk az óceán partjára. És itt horgásszunk. Valamint... ó, langgyümölcsbokor. Ó, paprika. Mindent szeretnénk termeszteni, de hát... ó,
Született kertészünk, és mivel Maxos a jártasság, és ezért életre tudja kelteni a meghalt növényt, ami nagyon jó, mert ugye pár napig nem voltunk itt, és ez alatt eléggé tönkre ment szegény növényke. És trágyázzuk is a legjobb trágyával természetesen. Szuper! Most pedig ideje lesz festegetni egy kicsit. Itt van is egy festményünk, ami nagyjából félkész állapotban van. És itt van egy kutyánk, aki már nem annyira magányos, szerencsére. Úgyhogy elmehet gyűjthető holmikat keresgélni, és őszintén már nagyon remélem, hogy vége lesz ennek a télnek, vagy legalábbis elmúlik a hó, mert most már igazán kezd idegesíteni a dolog. Hoppá, befejeztünk egy zseniális festményt. Vegyük el. Nem. És fessünk nagyot ismét. Úgyhogy ennyi fért a mai részbe. Köszönöm, hogy velem voltatok, és remélem... Rendben. Remélem a közeljövőben most már vissza tudunk térni a rendes kerékvágásba, és rendesen lesznek videók, úgyhogy remélem élveztétek, és találkozunk majd. Sziasztok!